Gondosan restaurált példányok és kopott rozsdás vasak egyaránt előfordultak a hétvégén Kiskörösön. A szenvedély és az elszántság azonban minden Dutra tulajdonosban közös. Életben tartani a legendát. Fiúknak gratulálok most ezen a lehetőséget kihasználva, mert hát ez egy hatalmas munka. Hát anyagiról nem beszélve, de ahogy látom, most már egyre több szponzor van. És végül is a legtöbb gép itt van Kiskörösen, ugye itt mindeg a gondaszállítás, itt meg nincs gondaszállítással. Berúgják, az 20 kilométeren belül ide jönnek. Az a fajta szellem, ami itt átlengi Kiskörös, tehát ez a tulajdonosi tudat, vagy minek nevezzem, ez kihozza az emberekből mindig a odaadást, meg a szeretetet, és megbecsüljük azt a gépet, ami segít minket a munkában. A Dutra ugyanis fogalom a traktorok világában. A már a legendássá vált szerkezetek a maguk korában olyannyira számítottak korszerű, sikeres gépeknek, hogy a mezőgépipar történelem a Vörös Csillag traktorgyár 1948-1975 közötti időszakát is Dutra korszak néven őrizte meg. A dömper és a traktor szavak összevonásából megalkotott Dutra márka néven ismert gépek jó néhány példánya máig munkaképes, és még látni őket dolgozni a hazai földeken. Itt megmaradtak ezek a szakszövi jellegű kis gazdaságok, és ezeknek volt egy munkagép igénye. Először ugye ez azzal kezdődött, hogy csináltak maguknak egy ilyen magánjárónak nevezett gépet, aztán mikor megengedték 28 lóerőig a magánembernek a gépet, traktor, akkor ugye a 28-asokat elkezdték hordani, és a nagy gépek pedig azért vannak, mert a szőlőnek a talajmunkáját, tehát az ültetés előtti talajmunkáját, az úgynevezett rigolozást, azt a Nagy Dutrával csináljuk már lassan 20-30 éve, és ez miatt aztán Nagy Dutrák is lettek szép számba itt a környékünkön. Kiskörösön 5. éve szervezi egy lelkes és elkötelezett csapat a találkozókat, amelyek minden évben tartogatnak meglepetéseket az érdeklődők számára. Ezek nem csak szépek, hanem fantasztikusan jók is, és olyan állapotban tudtunk néhányat, azt sem mondom, hogy mindet hozni, ami meglepetés lenne az új gépek gazdáinak is, hogyha eljönnének és megnéznék, hogy mit tudnak ezek a 40 éves gépek. A gépek jó része már pénteken megérkezett a közúti szakgyűjteménybe, majd a szombat délelőtti hivatalos megnyitón beszédet mondott Pohankovics András alpolgármester és Domján Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun megyei elnöke, de itt voltak a lengyel traktorosok is, akik nem érkeztek üres kézzel. Különleges vendége volt az idei találkozónak Néder Imre, az egykori Vörös Csillag traktorgyár konstruktőre. Amikor ezek készültek, ez a konstrukció, akkor a gyár már 70 éves volt. Tehát 70 év tapasztalata volt bennük. A másik az, hogy egy véletlen, vagy talán nem is annyira véletlen, egy olyan súlyelosztást alkalmazott a gyár, hogy a melső hídon nagyobb a terher, mint a hátson. Most ha valaki látott már erőlködni traktort, az mindegyik azzal jár, hogy megemeli az elejét. Na most itt a teljes vonóerőnél éppen, hogy kiegyenlítette, és ettől egy nagyon jó vontatási tulajdonságú gépet lehetett kapni. Ezt szerették benne, ezt szeretik ma is. A szombati nap csúcspontja a díszfelvonulás volt, majd vasárnap erdőtelekre dübörögtek a Dutrák, ahol szántás és művelés bemutató, valamint traktorhúzó verseny zárta a programot.